Wang Xiang, a Pécsi Konfúciusz Intézet új igazgatója, egyike volt azoknak, akik eltervezték az intézet alapítását. Mint mondja, biztos a fényes jövőben, hiszen nem csak Magyarországon, hanem Közép-Kelet-Európában is egyedülálló módon Pécsett a több ezer éves hagyományokra visszatekintő, tradicionális kínai orvoslás az egyik fő profil. Az intézet munkatársai új környezetben, a Mária utcában várják ezen túl a hallgatókat. A költözés egy új kezdetet jelent, mely során folytatni szeretnénk a megkezdett munkát a hagyományos kínai orvoslás a nyelv és a kultúra terén. Hosszú távú célunk, hogy a Pécsi Tudományegyetemen bővüljenek a kurzusok, és egy teljesen egyetemi programként elindíthatjuk a hagyományos kínai orvoslást. Az is feladatunk, hogy kapos legyünk a két egyetem, vagyis az Észak-Kínai Tudományos és Technológiai Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem között. Ezen kívül közös programokat szeretnénk megvalósítani és koordinálni, valamint az is a célunk, hogy a hagyományos kínai orvoslást megismertessük a helyi lakosokkal az egészségük megőrzése érdekében. A Konfúciusz Intézetnek összesen 200-300 hallgatója van, akik jelenleg a kínai nyelv, a kínai kultúra és a hagyományos kínai orvoslás kurzusokat választhatják. Nagyon örülünk annak, hogy elköltöztünk. Egy új, összefüggő területen helyezkedik el most így az intézetünk. Sokkal láthatóbbá váltunk a hallgatók számára, így abban bízunk, hogy ez is egy tényleg egy mérföldkő a láthatóságunkban, hogy jobban látnak minket, tudják, hogy ott vagyunk, és így jelentkeznek majd a kurzusainkra, és tovább tudjuk tervezni az órarendünket. Tehát, ahogy említette igazgató úr is, szeretnénk, ha bővülnének ezek a kurzusok, majd egyszer a távoli jövőben akár egy teljes egyetemi programként elindítani a kínai orvoslást. Az idei tanévben is érkeztek új kínai oktatók. Az önkéntes kis tanárokat, a kínai orvoslástanárokat és a nyelvtanárokat egyaránt az Észak-Kínai Tudományos és Technológiai Egyetem küldi Pécsre. Az idei évben 4 új kínai kolléga érkezett, nagyon nagy örömünkre, már nagyon vártuk őket. Új, friss gondolatokat hoztak az iskolába. A gyerekek pillanatok alatt elfogadták őket, bár a gyermekeinknek ez nagyon kedves sajátossága. Mi és a Konfúciusz Intézet valamennyi kollégája mindent megtett azért, hogy jól érezzék magukat, hogy megfelelő környezetben legyenek, hogy eligazodjanak a városban. Hát a gyerekek meg teljes szívvel segítik az ő munkájukat, tanítják őket magyarul, úgyhogy nagyon jó élményeink vannak. A felkészülésben pedig kifogástalanul haladnak előre, tehát nagyon szépen ráálltak az abba hagyott vonalra, ami a tavalyi év zárásával ugye nehéz volt, mert digitálisan is tanultunk, és nagyon hamar feltalálták magukat, és gond nélkül folytatjuk, és készülünk a nyelvvizsgákra. A két egyetem közötti kapocs már most a Konfúciusz Intézet. A cél a közös tudományos kutatások elindítása és a kapcsolat szorosabbra fűzése a Pécsi Tudományegyetem és az Észak-Kínai Tudományos és Technológiai Egyetem között.